hívott el minket Horváth Rudolf, Rudi bácsi, aki iskolánk tanára, tanszakvezetője, intézményvezetője, tehát igazgatója volt 20 éven keresztül. És én azért szeretnék kérni még rögtön az elején valamit. Én nem szeretném, hogyha ez az este kizárólag régfiam lenne, egy gyászmise akár, hiszen tudom, hogy az élet sok mindent nem oldanak meg. De hogyha most onnan közelíthetnénk meg, hogy legyünk boldogok, hogy ismerhettük őt, hogy együtt muzsikálhatunk vele, együtt beszélgethetünk vele, hallhattuk őt, együtt dolgozhatunk vele, azt gondolom, hogy talán ez az öt év egy kicsit segít abban, hogy így is tudjuk már nézni a dolgokat, vagy ebből a szempontból tudjuk őt nézni, és nagyon remélem, hogy amit én kimondottan szeretnék, hogy ne sírjuk végig az egész koncertet, hogy ez meg fog valósulni. Először is engedjék meg, hogy akire életrajzzal szolgáljak Horváth Rudolftól, akinek most ezt sem tetszene, és ezt sem szeretné, hiszen aki ismerte, tudja, hogy ő nem akar kitűnni senki közül, és ő miatt a semmi különlegeset. Zenei tanulmányait a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola oltanszakán, majd a Zeneművészeti Főiskola Győri tagozatán végezte. A főiskola mellett 1974-től a Soproni Állami Zeneiskolában először óraadó, majd 76-tól megszakítás nélkül az iskola kinevezett tanára lett. Ugyancsak 1974-től a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarban első fogóistaként tevékenykedett. Szakmai sikerei közé tartozik, hogy több növendékét vették fel zeneművészeti szakközépiskolákba, oboa, klarinét, illetve ütőszakokra. 1980-ban megalakították zenésztársaival a Soproni Barokk Kvártettet, akikkel elsősorban a barokk zene népszerűsítését tűzték ki célul. A Soproni Barokk Kvártett 20 éven át rendszeres közreműködője volt Sopron zenei életének. Az elmúlt 30 év során Rudi bácsi több mint 2000 alkalommal szerepelt koncerteken, rendezvényeken, szólóban, kamaramuzsikusként vagy zenekari tagként. A Soproni Zeneiskola papogós tanszakát vezette 1981-től. 1987-ben a művelődési minisztertől miniszteri dicséretben részesült. Nagy örömére két gyermeke is a zenei pályát választotta élethivatásnak. Lánya, Renáta, a Győri Zeneművészeti Főiskola zongora szakán végzett, náluk tanított, és most egy éve a Kapuvári Zeneiskolában tevékenykedik. Fia, Marcel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klarinét szakán végzett, klarinétművész, a Budapest Saxofon Quartet tagja, több zenekar meghívott művésze. És ahogy olvashatták a meghívónkon, gyermekeim ma este felfognak végül is. Rudi bácsi 1990-től töltötte be a Soproni Zeneiskola vezetői állását halálnapjáig. Szakmai sikerei közé tartozik, hogy 1992-ben létrehozta a zeneiskola honos zenekarát, amelyen hat alkalommal a kisfoldi napokon aranyérmet kaptak, és két ízben pedig a Győri Kamarazenei Fesztivál kiemelt helyezettjei lettek. A zeneiskola bonus zenekarával több önálló koncertet adtak Sopronban, Németországban és Ausztriában is. A zeneiskolai bonus zenekar szakmai fejlődéséhez sikerült támogatókat szereznie, és 1993-ban egy 10 napos zenei tábor.
társ, barát, aki munkájában és emberi kapcsolataiban igazságos, lojális, segítőkész ember volt, akit tisztelünk és szeretünk örökké. Mindenki Rudi bácsi a zeneiskola szíve és motorja volt, akinek napi kapcsolata a szülőkkel és diákokkal is kivételesnek mondható. Életében az általa vezetett intézmény a második családja volt, mindig hiányozni fog, hiszen neve együtt volt a soproni zeneiskoláival. Munkásságának elismeréseként Sopron kiváló pedagógusa díjban részesült posztumusz elismerést adományozott Sopron városa 2010-ben Rudi bácsinak. Több olyan mondat is áll,